A nagy melegben az autó hőmérséklete percek alatt 10-16 fokot is emelkedhet a tűzőnapon, egy óra után pedig akár 60-80 fokos forróság is lehet a napon parkoló kocsiban. Mégis évről évre hallani olyanokról, akik gyereküket vagy állatukat hagyják a tűzforró autóban. Győri kollégáink ma napközben utána jártak, hogy miért nem érdemes senkit sem az autóban hagyni, még csak pár percre sem. Győrben és a környéken is rendkívül meleg van. A kültéri hőmérséklet több mint 30 fok. Mi körülbelül 10 perccel ezelőtt betettük ebbe a napon parkoló autóba, a hátsó ülésre, a gyerekülésbe az egyik átlagos hőmérőnket, és most nézzük meg, hogy milyen eredményt mutatott. Pontosan 46 Celsius fok. Hát én azt gondolom, hogy ez magáért beszél. Mutatják a képek, hogy nem játék az, hogy ilyenkor gyermekeket nem hagyhatunk bent a kocsiban, az ülésen. De hogy pontosan még ebben az időszakban mire érdemes odafigyelni, arról már kedves vendégemet, dr. Schmidt Pétert kérdezem. Jó napot kívánok, egy pár mondatot legyen kedves nekünk szólni, hogy mire érdemes ebben a nagy melegben odafigyelni a gyermekekkel kapcsolatban. Tisztelettel köszöntöm a tévénézőket. Hát valóban a trópusi hőségnek számos olyan negatív, kellemetlen hatása van, amelyet minden nap meg kell élnünk. Tulajdonképpen az elmúlt években éreztük, hogy a klímaváltozás miatt nagyon tragikus következményei lehetnek ennek. Legjobb példa ugye az, hogy amikor, hát csak gyorsan bemegyek a boltba, maradj itt, légy szíves, az illetővel bármi történik, akár elesik, eltörik a lába, elviszi a mentő, órákon keresztül maradna benne az autóba, de ez reménytelen. Sajnos néhány perc is elég arra, hogy a megnövekedett hőmérséklet miatt legyen akár az 40-45 fok, a gyermek kiszárad, nem kap levegőt, nem jut folyadékhoz, és így a tragédiának előbb-utóbb számos negatív következménye lennek. Tulajdonképpen, ha megfigyeljük, akkor 11 és 3 óra között eleve szabad levegőn is nagyon-nagyon nehéz tartózkodni, mindenképpen fontos, főleg szénsavmentes ásványvíz fogyasztása, és hát amellett minél kevesebben tartózkodjunk a napon. Nem szabad elfelejteni, hogy a klímaváltozás miatt tulajdonképpen az ember szervezete is nehezebben bírja. Gondolok itt akár a krónikus betegre, cukorbetegre, aszmás betegekre, akik az állandó gyógyszerszedés mellett is állandó veszélybe vannak. Ha egy mód van rá, minél többet bennmaradni a szobába, pihenjenek, az ember koncentráló képessége is sokkal rosszabb. Tehát vigyázzunk kell a közlekedésbe, hogy látjuk, előttünk nagyon bizonytalanul közlekedik valaki, inkább lassunk, csak álljunk le, mivel elképzelhető, hogy számára ez a hatalmas hőség esetleg olyan vérnyomás ingadozást vagy vérnyomás esést okozhat, ami számos tragikus közlekedési balesetnek lehet az oka. Visszatérve a gyermekre, ugye a gyermek az nem miniatűr felnőtt, hanem a gyermeknek saját eszköztára van arra, hogy életbe maradjon, és ezért az ő paraméterei is indokolják azt, hogy a legminimálisabb időben sem szabad a gyermeket bent hagyni az autóba. Meg kell mondani őszintén, folyadékveszteség, kiszáradás, ez sajnos nagyon hamar tragédiához vezethet. Nagyon-nagyon fontos lenne már az iskolába 5-től 8. osztályig elmondani a gyereknek, ha mennek nyaralni, a szülőket figyelmeztetni, véletlenül adják a gyereket az autóba, ennek a következményei akár sajnos halállal is járhat. Doktor úrnak nagyon szépen köszönjük, és hát a kedves nézők is hallották ezeket a fontos információkat a doktor úrtól. Tényleg ebben a meleg időben sokkal jobban figyeljünk oda magunkra, és persze egymásra is.